párkapcsolatnál az, hogy kit választunk, és ki hagyja magát választani számunkra, az abban már megjelenik a kölcsönhatás. Tehát egy később realizáltan társfüggő emberben ezek a többnyire tudattalan késztetések már a választásban is nagyon fontos szerepet játszhatnak, amit persze ő nem úgy él át tudatosan, hogy na választottam magamnak egy jó szenvedélybeteget, akivel kapcsolatban ma jó társfüggő lehetek, hanem mondjuk párkapcsolatot tekintve romantikus, izgalmas, vadul erotikus érzések kíséretében történhet ez a választás, és ez nagyon elfedő, vagy nagyon megtévesztő, mert bár nyilván ennek is van valóság alapja, de a mélyén mégiscsak a társfüggőség szenvedélybeteg dinamika áll, ami jóval később fog megmutatkozni. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Függőség Podcast, én Kovács András Péter vagyok, és ezúttal is elkísér a függőségek világába indított kalandozásomon Dés Enikő, a Duma Színház dramaturgia, akinek az ilyen mondatok hallatán már forog a szem. Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus, az egyetlen, aki az állandó műsorvezetők közül ért is a témához. Mai vendégünk pedig Komáromi Éva, addig klinikai addiktológiai szakpszichológus, pszichoterapeuta, és a társfüggőségről fogunk beszélgetni. Szervusz Éva, köszöntünk a stúdióban. Szervusztok. Sziasztok. A társfüggőség, ha jól tudom, egy 80-as években feltárt jelenség. Jól tudom? Kicsit hamarébbra tehetők a kezdetek, tehát mondjuk maximum pár évtizede vizsgált témáról van szó, tudományosan vizsgált témáról van szó. Te már pályát kezdetnél rá, leltél erre nem, a témára? Nem, hát a pályám kezdete az a magyar gyökerekhez kötődik, és akkor a magyar szakirodalomba és főleg a gyakorlatba ennek még nem volt igazán nyoma, ám bár nem ezen a néven, de a jelenség természetesen ismert volt, és például alkoholisták csoportjaiban ez mint probléma felmerült, de így irodalmi tálalásban, gyakorlati munkánk részeként ilyen fogalmat még nem használtunk. És akkor rögtön tisztázzuk is, mert az én fejemben is, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, nagyon komolyan rendet kellett tenni, hogy bár itt a körülmények, bizonyos definíciók és nagyon sok tünet arra engednek következtetni, hogy itt ugye van egy ember, aki függ attól, hogy legyen társa, de hogy ugye itt valójában a társfüggőség az nem a társtól, vagy a mindenáron való párkapcsolatban éléstől való függőséget jelenti, hanem a társnak az addikciójától, vagy személyiségzavarától, vagy bármitől. Tehát hogy egy olyan társtól való függőséget, akivel a párkapcsolat mindenképpen valamilyen szinten problémás. Ha igen. Jól fogalmazom meg. Igen. Egész pontosan egy speciális kapcsolati helyzetben való élést, és ahhoz való ragaszkodást, attól való függőséget jelent. És ebben a speciális kapcsolati helyzetben az a társ, aki ez a társfüggő vagy kodependens személy kötődik, az valamilyen problémás viselkedést testesít meg. Ez a problémás viselkedés vagy addikció, vagy úgynevezett impulzuskontrollzavar, de hajlamosak vagyunk az utóbbi 20 évben még kiterjesztő módon használni ezt a fogalmat, tehát például hűtlen férfi, sorozatos hűtlenséget elkövető férfi, vagy narcisztikus férfi, vagy narcisztikus hideg, vagy érzelmileg nem hozzáférhető személy, vagy élősdi személy. Tehát egyre terjed a fogalomköre, de klasszikusan először kizárólag a diktcióba szenvedő társra vonatkozott ez, tehát szenvedélybetegre. És ha jól tudom, akkor ténylegesen így volt, hogy alkoholista
párokkal, férjekkel, feleségekkel együtt élő társaknál használták először ezt a fogalmat, tehát itt figyeltek föl magára a jelenségre is, és az ismétlődésére és a mintaszerűségére. Így van, először ott nyert megfogalmazást, tehát egészen konkrétan A csoportokban nyert megfogalmazást, ahol felfigyeltek arra, hogy... Bocsánat, az A ugye az anonim alkoholisták önsegítő csoportjaiban, ahol felfigyeltek arra, hogy felépülés útjára lépett alkoholisták visszaesésében milyen lényeges markáns szerepet játszanak bizonyos hozzátartozók, elsősorban ezeknek az alkoholistáknak a feleségei, akik tudattalan, de mégis provokatív, demonstratív módon szándékuk ellenére elősegítik a párjuk visszaesését a szenvedély viselkedésbe. És mi a dinamikájuk? Mert hogy akkor nagyon destruktívan kell segíteniük, és visszafogni az előre menetelét a gyógyulásnak, vagy a felépülésnek, hogy van erre egy bevett mintájuk, amit eltanultak, vagy hogyan csatlakoznak rá a függőkre, vagy a személyiségzetésre? Erről bővebben érdemes beszélnünk, mert ez nem ilyen egyszerű, de van egy ilyen része ennek a viselkedésnek, amire utalsz. Tehát van benne valószínűleg, majdnem minden esetben van tanult rész, ami a messzi múltban nyúlik vissza az adott személy életét tekintve. Ez nagyon fontos rész, és hát a gyógyulásba, felépülésbe is nagyon lényeges szerepet játszó rész. És hogy ez a korai tanult rész, ez általában a későbbi önként választott kapcsolatokba ez megerősítődik, pozitív módon erősítődik meg. A korai tanult rész az nem önként választott, hiszen az a származási családhoz kötődik, de a későbbi kapcsolatokban megerősítődik, és nagyon könnyen egy rugalmatlan, magát mereven tartó mintázattá válva újra és újra felbukkan a személyi élet vezetésében, mint kapcsolódási mintázat. Ugye itt többször elhangzott már a te szádból, meg az én számból is, hogy a feleség, a nő, ugye az alkoholista férfi társa, hogy egyrészt milyen társakról beszélünk, tehát kizárólag csak párkapcsolatról lehet-e szó, vagy esetleg szülőgyerek viszonyról is, akár úgy, hogy a szülő a társfüggő, akár úgy, hogy a gyerek, ugye akire szokták gyakran azt mondani, hogy nem tehet róla, és nem az ő hibája, de válhat-e ilyen módon akár már gyerek vagy fiatalkorú is társfüggővé. A kérdés másik fele pedig, hogy én is úgy tudom, hogy ez inkább a nőket érinti, és hogy ez miért van így. Vagy ez igazából két külön kérdés, nem tudom mondani. Igen. Igen. Katához intézed a kérdés, vagy hozzám? Mindkettőtökhöz. Jó. Nem csak párkapcsolati értelemben használjuk, hanem szülő-gyerek kapcsolatba, mindkét relációba, amire utaltál. Tehát akár a szülő lehet a társfüggő, akár a gyerek lehet a szülővel való kapcsolatban társfüggő. Tehát bocsánat, csak hogy akkor tehát elképzelhetünk egy olyan helyzetet is, ahol az anyuka neveli a gyerekét, aki függő lesz, adott esetben mondjuk egy családi mintázat ismétlése folytán, vagy bármi másokból, és az anyának valahogy érdeke ebbe a mérgezett problémás kapcsolatba beleszorulni, megrekedni benne, és nem kihúzni belőle a saját fiát. Tudattalan módon érdeke, miközben a felszínen és tudatosan éppen az ellenkezőjére törekszik, és küzd ez ellen a függőség ellen, de tudattalanul más az érdeke, vagy tudattalanul mégiscsak olyan módon viselkedik, hogy ezt óhatatlanul, de elősegíti és fenntartja. És elképzelhető az ellenkezője is, hogy a gyerek az, aki társfüggő a szülő. Így van. Csatlakozva, vagy a szülő már kicsi gyerekkorban is fennállhat ez a helyzet, és később is mondjuk alkoholisták vagy más szenvedélybetegek felnőtt gyerekeinek az életében, akik tovább vihetik ezt a gyermekkorban elsajátított kapcsolati mintázatot, és most már a felnőtt kapcsolataikba, akár a párkapcsolatukba, akár a majd a megszülető gyerekükkel való kapcsolatba ezt realizálhatják. Nem szándékosan.
És akkor a második kérdés, ugye, hogy miért jellemzően nőkről beszélünk társfüggőként? Gyakrabban nőkről beszélünk, de nem csak nőkről beszélünk, de jóval nagyobb a nők részesedése. És hát ennek nagyon sok szociológiai, meg pszichoszociális oka van. Nagyban összefügg a női szerep hagyományos értelmezésével, a nőkre vonatkozó társadalmi közösségi elvárásokkal, a nők egzisztenciális gazdasági helyzetével, női önbecsüléssel. Uh-huh. Tehát sok minden összefügg. Tehát nem annyira pszichológiai okokkal függ csak össze, hanem... Hogy akár egy olyan is állhat mögötte, hogy míg a nők esetében a problémás alkoholfogyasztás vagy alkoholfüggés 7, nem tudom hány százalék, addig a férfiaknál Magyarországon az 36, valamennyi. Nyilván, ha több férfi alkoholista van, akkor több férfihoz kapcsolódó társfüggő is lesz, akik zömében nők. Igen, alapvetően, amiről múltkor is beszéltünk, nem csak az alkohol... problémás alkoholhasználatnál felül reprezentáltak a férfiak, hanem egyáltalán az illegális szerhasználatban is, de azért arról is beszéltünk, hogy egyre több nő is érintett, tehát hogy kezdünk felzárkózni több téren, még nem zárkózunk fel, de hogy a nők körében is egyre elterjedtebb a visszaélésszerű használat, vagy pedig az illegális szerhasználat, akár az alkohol probléma is. Úgyhogy igen, a férfiak se dőlhetnek hátra ilyen szempontból, mert épp úgy van a körükben is. De ami még fontos, ez a legutóbbi statisztika, vagy nem tudom, amit én erről tudok, hogy azért egy szerfüggő 4-5 társfüggőt is foglalkoztat. Szóval... Egy időben vagy... Hát... Vagy egymás után. Is. Tehát, hogy nagyon könnyen talál, ha az egyik társfüggőt elveszítik valami okból kifolyólag, azért könnyen találnak maguknak egy újat, akivel. És ez fordítva is igaz? Tehát, hogy egy társfüggő tud több függőhöz persze kapcsolódni? Vagy kineveli a, nem tudom én, a saját függő gyerekét? Vagy megtalálja azokat a mindegyik kapcsolódásokat? És itt kölcsönhatásról beszélünk a kapcsolatban, vagy ez a fenyő és a gomba esete, hogy a gomba elszívja fenyő minden energiáját. Kölcsönhatásról beszélhetünk. És hát párkapcsolatnál ez még nyilvánvalóbb talán, mint a más típusú társfüggőségnél, mert ugye párkapcsolatnál az, hogy kit választunk, és ki hagyja magát választani számunkra, az abban már megjelenik a kölcsönhatás. Tehát egy később realizáltan társfüggő emberben ezek a többnyire tudattalan késztetések már a választásban is nagyon fontos szerepet játszhatnak, amit persze ő nem úgy él át tudatosan, hogy na választottam magamnak egy jó szenvedélybeteget, akivel kapcsolatban ma jó társfüggő lehetek, hanem mondjuk párkapcsolatot tekintve romantikus, izgalmas, vadul erotikus érzések kíséretében történhet ez a választás, és ez nagyon elfedő, vagy nagyon megtévesztő, mert bár nyilván ennek is van valóság alapja, de a mélyén mégiscsak a társfüggőség szenvedélybeteg dinamika áll, ami jóval később fog megmutatkozni. A felszínen ezek a erőteljes, sodró, intenzív érzések láthatók kezdetben, és élhetők meg, és nyilván ezek nagyon jutalmazó érzések. És gondolom a végkimenetel akkor az, aminél az ember már csak azt mondja, hogy na megint kifogtam egy ilyet. Igen. Ez a klasszikus mondat. Tehát akkor ugyanúgy, mint minden függőségnél, itt is igaz az, hogy az elején a jutalom, a pozitív érzések, az eufória jön, és aztán ezt szépen lassan felváltja az, hogy már nem kapok semmit az egészből, és aztán már az egész veszel igazából tőlem. És még egy kérdés, mert idáig intim kapcsolatokról beszéltünk, szerelemről, párkapcsolatról, szülő-gyerek kapcsolatról, de hogy előfordulhat-e társfüggőség nem ilyen intim közegben? Tehát, hogy például segítő szakmában, vagy bármilyen más módon? Kérdés, hogy Cseles a magába rejtette a választ is. Igen, abszolút. Sőt, erről... Igen. És akkor nem tudom, én mondjuk egy segítő szakmában dolgozó ember, úgy általában a segítségre szorulók
attól függ, vagy, vagy mindig választ magának egy konkrét ember? Tehát mondjuk az a nővérke ott a rehabon, vagy az a terapeuta ott a praxisában kipécéze magának valakit, vagy pedig úgy általában ráfügg erre az embertípusra? Nem az embertípusra, erre a kapcsolódási lehetőségre, amiben ő a támogató, az erős, az oltalmat nyújtó, a másik meg a rászoruló elesett. És ez nagyon erőteljesen összekapcsolhatja a két embert, és ez így akár első hallásra jól is hangozhat, de valójában ez a találkozás ez egyáltalán nem garantálja a rászoruló számára azt a fajta segítséget, ami valójában rajta ténylegesen segítene, és az ő fejlődését előmozdítaná. Ugyanis a segítő tudatlanul ragaszkodni fog ennek a helyzetnek a fenntartásához, és tudatlanul nem az a fő vezérlő érdeke, hogy a segített felnőjön, és ne legyen szüksége a segítségre. Társfüggőség esetében ez általában berögzült helyzetet jelent, tehát ami tartósan fennáll, és sztereotíp módon ugyanaz ismétlődik, és semmi előremutató nincs az egészben, mindig, mint egy verkli, ugyanaz ismétlődik. Amennyiben nem pont ugyanaz, akkor ugyanaz rosszabb kivitelbe ismétlődik. Tehát, mert ugye ez is egy progresszív. Így van. Igen, ez is fontos elmondani, hogy minden függőség, ez is egy progresszív állapot, ami egyre rosszabb és rosszabb lehet. Magányos ember a társfüggő? Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, most így az első, ami eszembe jutott erről, hogy azért a társfüggőségnél nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon intenzív, de nem egy valódi intim kapcsolat, tehát igen. Hogy ilyen módon társfüggőnek is van egy kapcsolódási problematikája, és ha így értelmezed ezt a magányosság kérdést, hogy tud-e ő valójában kapcsolódni, akkor... Sőt, ugye ezt olvastam is, hogy az intimitás, a bizalom, a spontaneitás, az többnyire hiányzik ezekből a kapcsolatokból, meg mondjuk akár az önfeled szexualitás is, tehát hogy hiába ő a társad, a férjed, a szerelmed, a bárkid egyszerűen, ilyen módon izolálódhatsz tőle. De lehet, hogy én olvastam rossz forrást. Nem. Valóban úgy látjuk, hogy az egészséges intimitás hiányzik. Néha nagyon furcsa, sérült torz formái megjelennek az intimitásnak. Mondjuk két felnőtt ember kapcsolatában, amikor az egyik felnőtt rendre kisgyermek szerepben van jelen a kapcsolatban, a másik pedig szülői szerepbe. Ez mondjuk bizonyos életkorban egészséges lehet, de két felnőtt ember párkapcsolatában, hogyha ez a meghatározó alapállás, akkor kevésbé az. Tehát az egészséges intimitás hiányát látjuk ezekben a kapcsolatokban, de amúgy, ahogy mondtátok, ezek túlnyomó részt igen szoros kapcsolatok, szoros, egymásba olvadó összefonódásról van szó, ami kezdetben nagy elragadtatást válthat ki a felekből, és később ez az elragadtatás hoz ehhez más arcai is társulnak a kapcsolatnak, tehát szélsőséges formában megjelenhet ellenségesség, gyűlölet, féltékenység, rivalizáció, illetve ennek a két arcnak a váltakozása. Tehát ez nem feltétlenül jó kapcsolat, vagy hát nem, egyáltalán nem, rosszul fogalmaztam, tehát ez nem jó kapcsolatot jelent, de nagyon szoros kapcsolatot, és nagyon intenzívet. És aztán, hogy mire terjed ki az az intimitás, ami ennek a kapcsolatnak a sajátossága, az már egy külön kérdés. De ahogy mondtad, András, így ez a szexualitás területén is megjelenik. Ha párkapcsolatot nézzük, akkor a szexualitás kezdetben, az első szakaszban, elementárisan jónak bizonyulhat, de ebben
az úgynevezett idealizáció jelensége nagyon nagy szerepet játszhat. Erről az idealizációról érdemes más szempontból is beszélnünk, mert ez az egyik mozgató ereje ennek az egész kapcsolati mintázatnak. Tehát mindenki a lehető legjobbnak, legszebbnek, legtökéletesebbnek mutatja magát. És bocsánat, hogy és ebbe az idealizációba az is beletartozik, hogy én esetleg tudom a másikról, de én azt gondolom, hogy majd én leszek az, aki. Az idealizáció nagyrészt tudattalan, és tudatosan láthatok az idealizációban nem beleillő részleteket a másikban, de pont ezt gondolom, hogy majd én meggyógyítom, majd velem jobb lesz, majd velem sikerül neki valami, ami eddig soha mással nem sikerült neki. Tehát ez az idealizáció kiterjed a másik személyére, kiterjed az én személyemre, mint társfüggőire, és kiterjed a közöttünk lévő kapcsolatra. Tehát minden idealizált, és ez az, amihez a résztvevők nagyon sokáig ragaszkodnak, minden szenvedés ellenére, ami kezd szintén idővel részévé válni ennek a kapcsolatnak, de ezt az idealizációt föladni, ez szinte lehetetlennek tűnik az esetek egy részében, vagy nagy részében. Tehát, és erre hát a kezdeteknél kell keresni a magyarázatot, hogy miért olyan fontos az, hogy ezért tulajdonképpen minden árat érdemes megfizetni egy ideig, hogy ez az idealizáció fenntartható legyen. Uh-huh. De mitől tud az megbomlani? Pont ezt akartam is kérdezni, hogy kezd el repedezni. Ugyanúgy, ahogy a szerelem általában, hogy egyszer csak kiürülnek azok a hormonok? Vagy... A szerelem mindig idealizáció is, de azért... Bár mondjuk egy segítő rászorult kapcsolatban nincsen szerelem, de az idealizáció gondolom ott is működik. Persze, persze. Hát ott a segítő van idealizálva, meg a segítési helyzet van idealizálva, és a segítő mondjuk, aki sokszor, az ilyen segítő sokszor narcisztikus, a kliens is idealizálva van, hiszen ő ilyen fantasztikus segítőhöz jutott, és ő ilyen fantasztikus segítésben részesül, és a segítő meg ilyen fantasztikus segítséget tud neki nyújtani. Tehát az idealizáció más módon, de ott is létrejön. Igen. Hogy bomlik meg az idealizáció? Hát nagyon nehezen bomlik meg, ehhez általában súlyos eseményeknek, vagy súlyos események egymás utánjának kell történni, mondjuk súlyos bántalmazásnak, súlyos elárulásnak, sorozatos hűtlenségnek, elhagyásnak kell történni, de még akkor is sokáig védelmezi a társfüggő személy magában az idealizációt, és igyekszik racionalizálni inkább azokat a jelenségeket, vagy azokat a zavarjeleket, amik az idealizációt meg tudnák bontani. Tehát nagyon, nagyon erősen tartja magát az idealizáció. Tehát egy változás, egy nagyon markáns változásnak kell. Igen. Vagy egy betegség, a társfüggőnek egy betegsége, ami a különböző elfojtott negatív érzések iszonyú nyomásával összefügghet. Tehát pszichoszomatikus betegségek. Csak kíváncsiságból, hogy ilyen változás lehet egyébként mondjuk egy gyermek születése is a családban? Tehát amitől a szerepkörök egy picit megváltoznak? Ilyen változás lehet, igen. Tehát arra gondolsz, hogy a társfüggő nő és a szenvedélybeteg kapcsolatából születik egy gyerek, és ez nagyon sokszor nagyon jó felvetés, mert ez nagyon sokszor úgy történik, hogy a társfüggő személy abban az illúzióban ringatja magát, hogy majd a közös gyermek megszületése megváltoztatja a másikat, és felelősebbé és érettebbé teszi a másikat, valójában pedig hát nem ezt látjuk, inkább azt ritkán, de ezt is láthatjuk, de gyakrabban látjuk azt, hogy a szenvedélybeteg még jobban rákapcsol, vagy a szenvedélybeteg menekül az újabb intimitás helyzet elől, és menekül a társfüggővel való kapcsolatból, és ez mondjuk egy egészségesebb társfüggő esetében, ez nagy fordulatot jelenthet, ez mintha
színpadon leengedték volna a függönyt, hogy vége az előadásnak. Uh-huh. De egy súlyosabb társfüggő esetében nem feltétlenül, mert még ezt is képes tagadni, vagy ezt is képes bagatellizálni, és erre is képes valami elfogadható okot találni a másik életében, hogy rossz gyerekkora volt például, és ezért még nem tud a saját kislánya vagy kisfia szülőjévé válni ilyen gyorsan, de majd az ő kitartó fáradozása meghozza az ennek a gyümölcseit. Tehát ezek az elhárítások, ezek nagyon keményen tartják magukat. Hát meg amit mondasz is, hogy nagyon felmenti a felelősség alól, nem? Magát a szenvedélybeteget, és talál mindig valami indokot, magyarázatot arra, hogy most éppen ez miért alakult így, és akkor ez megy akár éveken, évtizedeken keresztül. Meg itt a gyerek születés kapcsán még az jutott eszembe, hogy azért azt is szoktuk látni, hogy képes a gyerekével is egyfajta, nem egy társfüggő, hogy akkor a gyerekéhez való viszonyulása is tud valahogyan egy ilyen overprotektív, nem egészséges. Tehát ahogy manipulálja, lenni, vagy játszmázik a társával, vagy próbálja túlóvni, de mégis rögzíti abban a helyzetében, ahol van. Ugyanezt fogja tenni a gyerekével is, hogy látszólag óvja, neveli, jót akar neki, de valójában beledermeszti abba az állapotba, és ugyanúgy játszmázik vele, és manipulálja. Hát meg itt talán szerintem egy fogalmat érdemes még behozni, itt a kontroll igényt a társfüggő részéről, mert igen, hogy az tud nagyon erős lenni tulajdonképpen sokszor ez a gondoskodás köpenyébe bújtatott kontrolligény, hogy én irányítsam a dolgokat, és ez az, ami szerintem meg tudja lenni a társ felé is, meg a gyerek felé is, meg valahogy az egész családi. Ez a kontroll, ez egy kulcs szó, azt látom, adásról adásra előkerül, és mindig oda lyukadunk ki, hogy a függők a szertől, vagy a választott viselkedéstől remélik azt, hogy legalább lesz az életüknek egy olyan szeglete, amit ők uralnak, amiben igazán jól érzik magukat, és amit kontrollálni tudnak, és pont ezt a kontrollt vesztik el. És én a társfüggőséggel kapcsolatban olvastam egy ilyen nagyon erős kifejezést, hogy a társfüggő kívülre helyezi a kontrollpontot. De lehet, hogy ezt is rossz helyen olvastam. Tehát az a baj, hogy az ember már nem tudja, hogy milyen információba bízza meg, és mivel nem. Tehát, hogy tulajdonképpen nem magában dönti el, hogy mi jó, és mi rossz, hanem azt várja, hogy neki megmondják. Vagy hogy ő a másikhoz képest érezhesse a jót, vagy a rosszat, vagy nem tudom. De ezt Éva tudná kifejteni, vagy cáfolni. A társfüggő ember általában nem érzi magát fontosnak, és nem érzi magát becsülendőnek, és nem érzi magát szerethetőnek. Viszont ha van egy olyan feladata az életben, lásd a társról való gondoskodás, vagy a gyerekről való gondoskodás, ami őt úgymond nélkülözhetetlenné teszi, akkor ez az önbecsülés alapja, vagy a szerethetőség alapja, ez az ő fontosság érzésének a garanciája. Ezért tudatalanul érdekel magához kötni ezt a másikat, akiről gondoskodnia kell, és a másik állapota ezt szükségessé teszi, akár a kicsisége, az alacsony életkora, akár a betegsége, az ebből következő állapotai ezt indokoltá teszik, tehát ő ragaszkodik, és nem akarja elengedni, és számára az nyújt biztonságérzetet, hogyha kontroll alatt tarthatja a másik életét, vagy a másik személyiség állapotának alakulását, és ezt a közöttük lévő kapcsolaton keresztül tudja megtenni. Tehát egyszerre érzi azt, hogy az ő horgonypontja az a másik ember, vagy a hozzávaló kapcsolata, ugyanakkor ő is horgonypontja akar lenni a másiknak, és a befolyásolója, és a sorsa irányítója. És ettől érzi magát valakinek, mert enélkül ennek hiányában nem érzi magát eléggé valakinek, mert ezt gyerekkorába vagy kamaszkorába nem tudta elsajátítani, hogy ő valaki, és a másikról való gondoskodástól függetlenül értékes és szerethető lény
a világban. Ez a másikról való gondoskodáshoz, vagy felelősségvállaláshoz kötődik az ő életében már nagyon korai időszaktól kezdve, és ez az ő identitásában nagyon lényeges helyet foglal el ebből következően. Hogyha ezt a részt kivennénk az identitásából, akkor az az identitás összerogyna. Igen. Nem maradna életképes, és ez egy nagyon nagy fenyegetés, vagy nagyon nagy veszélyeztetettség a társfüggő ember számára. Abból, amit hoztál gyerekkorodban, ebből, hogy neked ilyen erős ellenpontnak kell lenned, meg a mérleg egyik serpenyőjének, mérleg egyik serpenyőjeként ilyennek kell lenned ahhoz, hogy egyensúlyban tartsd azt a mérleget, innentől kezdve fogod keresni azt a mérleget, azt a kapcsolatot, amiben te ilyen súllyal szerepelhetsz. Tehát nyilván a mérleg másik oldala az nem lehet, az csak olyan ember lehet, akihez képest te ilyen lehetsz. És hogy azt várod a másik embertől, amit mondjuk a szüleidtől nem kaptál meg, de egy olyan viszonyrendszerben várod mindezt, amit kaptál a szüleidtől. Ezt most nem tudom, hogy... És igen, ami definíciószerűen szinte lehetetlenné teszi azt, hogy meg is kapd azt, ami, igen, amire vágysz. Amíg társfüggő vagy. Igen. Igen. Addig, mintha tudatlanul az ellen dolgoznál, hogy ez megvalósuljon. Igen. És mi van, ha a társfüggő mégis kifog egy biztonságos kötődésű józan kiegyensúlyozott? Nem sokáig bírja. Vagy akkor a másik mondja azt, hogy nem ásszál már így rám, hát, ne kontrollálj, ne játsz már, ne manipulálj? Hát én szoktam azt látni, hogy valahogyan azt fogalmazzák meg, hogy olyan kényelmetlen vagy idegen egy ilyen kapcsolatban lenni, tehát hogy nincsenek meg, legalábbis az elején, szóval, hogy nincsenek meg a kapaszkodók, hogy milyen egy egyenrangú partneri viszonyban létezni, hiszen nem ehhez vannak szokva, nincsen ebben rutinjuk, tapasztalatuk, gyakorlatuk, tehát sőt, van, aki ezt is mondja, hogy a számára így unalmas, vagy nem. Unalmas, nem, igen. Ez nagyon gyakran. Unalmas, sótlan, semmi izgalom, semmi izgalom nincs benne. Vagy pedig azt is mondhatják, hogy félelmet ébreszt benne a másik ember közeledése, őszintessége, jelenléte, mert ez teljesen új. És ugye abból, amiről, vagy amit eddig el tudtunk mondani a társfüggőségről, abból ki kellett, hogy derüljön, hogy a társfüggő ember nem fontos önmagának, és nincs jóba önmagával. És számára a közelség, az igazi közelség, amit intimitásnak nevezünk, egészséges intimitásnak, ezért egy fenyegető valami, mert ő elégtelennek és rossznak érzi magát, és ha valaki közel kerül hozzá, ez villámgyorsan ki fog derülni, és a másik is meg fogja látni, hogy ő elégtelen és rossz, és ő ez ellen videkezik. És az idealizáció, amiről beszéltünk az imént, az végül is ezt szolgálja. És mindent megtesz azért, hogy ő ideálisnak bizonyuljon a kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ő magáért nem vállal felelősséget. Ugye, tehát nem, ilyen szempontból sem tud egyenrangú partner lenni. Igen, alapvetően a függőségeknél többször ezt látjuk, hogy a saját cselekedeteinkre, a saját életünkért való felelősségvállalás az nehezített, vagy problémás, vagy nem megy, és hát épp így a társfüggőnél is, tehát hogy most, amit te mondtál, vagy nem is tudom, melyikőtök mondta ezt a kívülre helyezett kontroll, vagy nem, tehát hogy ez gyakran fogalmazódik meg így, hogy mindig más a felelős, hogy más tehet róla, hogy belekeveredtem, hogy a függő sem tehet a helyzetről, tehát hogyha ezt így értelmezzük, ezt a kontroll kívüljére helyezését, akkor igen, a felelősségvállalás ilyen módon az problémás. És hát milyen jó érvek vannak ahelyett, hogy felelősséget kellene vállalni, hiszen én csak segítek. Igen, én neked még segíteni sem lehet. Én vagyok az áldozat. Igen. Engem még egy kérdés foglalkoztat. Tegnap mentünk fellépni Szabó Balázs Máté kollégámmal, és a szervezőnk vonattal jött
és mi 5-re értünk Kecskemétre, neki 5-10-kor ért be a vonata, és rácsörögtünk, hogy összeszedjünk a pályaudvaron, vagy hogy le. Na hát nem, oda taxizok majd a műfázon, ne viccelj már, megállunk a pályán. De akkor várnotok kell rám 10 percet, mondom, és akkor mi van? Hát bővel időben vagyunk, 6-kor kezdik az előadás, és ez egy teljesen őszinte és szívből jövő gesztus, és nyilván teljesen egyértelmű, hogy ott ne bóklásszon Kecskeméten. Viszont nekem van egy ilyen mániám, hogy ahogy leteszem a telefont, hülyeségből rögtön hangnemet váltok. És itt is ez történt, hogy persze, de nehogy gondold, de ezt letettük. Nem hiszem, hogy én járjak ki ért a pályaudvarra. Hát mindenkit van. Hát mit képzel magáról, hogy én fogom én itt furikázni a műfházban, és az nyilván csak víz, de nagyon sok barátságom szűnne meg így, hogyha azt a fél percet a beszélgetés után hallanák. De hogy... Vagy egyszer nem teszed le. Vagy egyszer nem teszed le. De hogy mi zajlik a társfüggőben? Mert kifele nyilván azt kommunikálja, hogy nem tudom, mondjuk hazajön a fél részegen, és feküdj le szívem, mert teljesen használhatatlan, vagy pihent ki magad. Amiben nyilván ő azt profitálja, hogy akkor nem kell foglalkoznia ott egy részeg emberrel, és ő van kontrollban, és de hogy befele neki más a narratívája maga felé, mint amit kifele mond a... Tehát van ilyen, hogy leteszi a telefont, és dohog, mint én? Hát az elfojtott érzések nagyon erőteljesek ilyenkor, tehát a harag, az utálat, a kiábrándultság, de ezek nagyon sokáig egyáltalán nem jelennek meg a viselkedésben, mert ezt nem engedheti meg magának. Egyébként is gyerekkortól kezdve azt tanulta, hogy az ő érzései nem léteznek, mert nem volt rájuk senki kíváncsi. Egy olyan családban nőtt fel, ahol az ő érzéseinél sokkal nagyobb dolgok mozgatták a családtagokat. Tehát ő nem tanulta meg kifejezni az érzéseit, nem tanulta meg méltányolni az érzéseit, azt viszont megtanulta, hogy hogyan kell elfojtani az érzéseit. És ezekbe a helyzetekbe iszonyú vulkánokat folyt bele magába, és ezek az iszonyú vulkánok néha-néha, hosszabb idő után főleg néha-néha kirobbannak, vagy a szenvedélybeteggel szembe, vagy valami gyenge valakivel szembe, a kivételen, gyerekével szembe, vagy a szülő, idős szülőjével szembe, vagy még rosszabb esetben, és a társfüggő maga is lehet bántalmazó ilyenkor, mint hogy a szenvedélybeteg a vele való kapcsolatban nagyon gyakran bántalmazó, fizikailag, vagy szexuálisan, vagy verbálisan, de még rosszabb esetben ez a harag, ez a fájdalom, ez a szégyen, ami benne van, ez sose mutatkozik meg, viszont a nagyszámú pszichoszomatikus betegségben, ami akár halálos fajták is vannak közöttünk, abba pontosan tetten érhető. Igen, tehát daganatot tud növeszteni belőle. Daganatot, magában. Így van. Vagy csak egy egyszerű állandó migrén, vagy bármi. Tehát, magas vérnyomás. Magas vérnyomás, tehát a test az jelezni fog. Gyulladásos betegségek, autoimmun betegségek, immunológiai problémák nőknél, nőgyógyászati zavarok, vagy a termékenység, szexualitás problémái, zavarai, tehát nagyon sokfajta ilyen fizikai probléma hátterében sokszor, ha valaki kíváncsi lenne, akkor ilyen kapcsolatot találna. Igen, és ezt szerintem fontos megemlíteni, mert úgy fogalmaztál itt valamikor az elején, közepén, hogy hát ugye ez nem egy tudatos választás, hogy akkor igen, majd én társfüggő lesz. És nem csak, hogy nem tudatos, hanem nagyon nehéz is a társfüggőkkel általában tudatosítani azt, hogy ők társfüggők, és hogy problémásan viszonyulnak, vagy akár okoznak maguknak hosszú távon ilyen megbetegedéseket, tehát mondjuk az ellátásban is gyakran nem úgy jelennek meg, hogy akkor, sőt, hogy bekopognak, hogy akkor igen, én társfüggő vagyok, és segítségre van szükségem, hanem pont. Hiszen ő pont gyakran egy függő emberrel együtt küzd a függőség ellen. Így éli meg, igen. Igen. Én alkoholbeteg családban nőttem fel, nyilván én is már korán bele voltam kényszerítve bizonyos helyzetekbe,
ahol adott esetben mondjuk úgy éreztem, hogy rajtam múlik a család boldogulása, vagy a megoldás keresése, és nyilván bizonyos apró jeleket felfedezek magamon én is, mint ahogy mindenki felfedez bármilyen betegség jeleit, ahogy alaposabban utána olvas, tehát nyilván ennek van egy kis hipohonder oldala, de én azóta is azt fejtegetem, amióta Kata leírta nekem a Láthatatlan árvákban megjelent írásom után a szakszövegben ezt a bizonyos kodependencia kérdést, a családommal kapcsolatban, amely fogalommal én addig nem találkoztam, és akkor néztem utána alaposabban, és ütött szíven engem is a dolog, és azóta is ezt fejtegettem magamban, hogy oké, hogy édesapám ivott, de édesanyám miért maradt benne abban a helyzetben, és ahogy mondjuk, hogy az érintett is tiltakozik a felismerés ellen, hogy ő társfüggő, én is, a saját édesanyám gyereke is azóta is ezen morfondírozom, hogy jogos vagy korrekt-e rásütni édesanyámra azt, hogy ő pedig társfüggő volt. És azt hiszem, az a baj, hogy már nem él, és nem tudok utána menni, nem tudom meginterjúvolni őt, nem tudok beszélni a szüleivel, nem tudom, hogy telt a gyerekkora, tehát annyi minden elveszett, ami alapján egy ilyen kijelentést nyugodt szívvel meg lehetne tenni. De ez egy örök kérdés, és egy örök vizsgálattárgya, de ha valamiféle, nem tudom én, konzekvenciát leszeretnénk vonni, mert közben az időnk elroppent, és ezt a beszélgetést folytatni fogjuk a következő adásban, akkor talán az lehet, hogy függetlenül attól, hogy valaki egyértelműen magán viseli el a társfüggőség jeleit, azért vannak bizonyos jelek, amikre nem árt odafigyelni, és kellő önismerettel, és önkontrollal viszonyulni magunkhoz, a kapcsolatunkhoz és a társunkhoz is. Nem tudom, hogy ez jó következtetése. Abszolút. És hogy ne annyira a mélyponton és a reménytelenségben hagyjuk abba a beszélgetést, a következő beszélgetésünk arról fog szólni Évával, hogy mi a kiút, van-e gyógyulás, van-e teljes gyógyulás, a terápiának milyen módjait érhetjük el, illetve, hogy milyen apró mindennapi jelei vannak a társfüggőségnek, amikből adott esetben magunkra vagy a családtagunkra ismerhetünk. Én köszönöm szépen Évának, hogy itt volt, a beszélgetést egy hét múlva folytatjuk, köszönöm szépen Hoffmann Katának és Dés Enikőnek is, hogy elkísért engem ezen a csodálatos barangoláson ma. Sziasztok! Sziasztok! Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!